Az első bajnoki fordulóban elszenvedett vereség után ismét egy a bajnoki címre is esélyes gárdával csap össze a budapesti honvédnői vízilabda csapata, akik ezúttal idegenben a Ferencváros vendégeként játszanak majd. Ennek ellenére jó játékot vár a BHS vezetőedzője fiatal csapatától, amire jövőben lehet majd építkezni a piros-fehéreknek. Hát én azt mondom, hogy valamelyes kihívás, de valamelyes szabadon játszhatnak igazából lányok. Azért mondom, itt levesszük azt, hogy esetlegesen hol tartunk, mint tartunk a legjobbakhoz képest. És úgy gondolom, ha már itt egy jó helytállással, egy jó játékkal sikerül, attól függetlenül, hogy esetlegesen ha kikapunk, de ne adj Isten, még nyerni is lehetne, mert én azt mindig azt mondom, hogy nincs olyan csapat, amelyik nem kaphat ki. Tehát úgy gondolom, hogy ha meg tudjuk szorítani, mindenféleképpen szerintem ez az egy jó eredmény lesz a lányoktól. Szombaton tehát FTC Honvéd a Népligetben. Csak a Honvéd.